veletek. És veletek. Még egyszer nagy örömmel és szeretettel köszöntöm a testvéreket, külön köszöntöm azokat a vendégeket, akik különböző helyekről jöttek, most nem tudom felsorolni, mert nem fogom kérni, ki honnan jött, de tudom, hogy Debrecenből is vannak, és ez már elég messze van. Nagyon köszönöm. Köszönöm Szilárdnak, hogy eljött erre az estére, azért azt mindenki tudja, hogy még sok éven keresztül együtt szolgáltunk Debrecenben, de egy kicsit ilyen találkozó ez mindig is. Egy közös szolgálat, örömmel szolgáljuk a testvéreket. Egy ünnep, találkozás, de mégis valami nagyon gazdagság, az eukarisztia, Isten szeretete és az emberi szeretet egysége. Ebben részesülünk, ehhez kérünk a kegyelmet, és ehhez kell kinyitni a szívünket. Bűnbánatunk segítsen, hogy méltó fogadjuk az Úr ajándékait. Jó nap! Mindenható Istennek, Istennek testvéreink, hogy sokszor én sokat érkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én védkem, én minden nagy védkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szemültelen Szűz Máját, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életben, Urunkhoz is. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.
bensőséges Istenünk, Te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Ön szívünkbe irántad való szeretetet, és nevel bennünk a vallásos lelkületet, kérünk gyarapítsd és Atyai gondviseléseddel, őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Élekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás proféta könyvéből. Mondjátok a csüggedt szívűeknek, bátorság, ne féljetek. Íme eljön Istennek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek. Akkor megnyílik a vakok szeme, és a süketek füle hallani fog. Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve örvendezve újjong. Mert vizek fakadnak a pusztában, és folyóvizek a sivatagban. A száraz vidék tóvá változik, a szomjas föld vizek forrásává. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Jakab leveléből. Testvérei, ha hisztek dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban, ne legyetek személyvállalatok. Amikor közösségetekbe belép egy férfi pompás öltözékbe, aranygyűrűvel az ujján, és belép egy szegény is elnyűlt ruhába, figyelmetek a pompás öltözék felé fordul, és így szóltok hozzá. Foglalj itt kényelmes helyet. A szegénynek meg azt mondjátok, állj oda oldalra, vagy ülj ide a zsámolyomhoz. Hát nem megkülönböztetés ez? Nem ítéltek-e szívetekbe részrehajlóan, helytelenül gondolkozva? Hallgassatok ide, szeretett testvérei! Hát Isten nem azokat választotta-e ki, akik a világ szemében szegények, hogy a hitben gazdagok legyenek, és örököljék az országot, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik. Ez az Isten igéje. All right.
Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus elhagyta Tírus vidékét, és Szidonon át a Galileai tóhoz ment Tízváros határába. Itt eléje hoztak egy dadogba beszélő süketet, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt a tömegből, fülébe dobta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét. Föltekintett az égre, fohászkodott, és így szólt: Effata, azaz nyílj meg! Azonnyomban megnyílt a füle, és megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. Jézus megparancsolta nekik, hogy a dologról ne szóljanak senkinek, de minél jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Szer fölött csodálkoztak és hangoztatták, csupa jót tett, a süketeket hallókká, a némákat pedig beszélőkké tette. Ezek az evangélium igéi. Amen. Az eukarisztiához csatlakozó és természetesen az eukarisztiára figyelve, azért a mai evangélium csodája, a nyíli meg, kezd hallani, kezdj el beszélni, ez mindnyájunk életének nagyon fontos csodája. És most, amikor beszélünk arról, hogy az egyháznak meg kell újulni, a családoknak meg kell erősödni és meg kell újulni, akkor erre van nagyon nagy szükség, hogy ezek a pontok, ezek a pillanatok úgy helyükre billenjenek, megváltozzanak. Az első, hogy történik a csoda? És a minden hétköznapnak a csodája. Azt mondja Jézus, hogy gyere, menjünk el oldalra. Csak kettesben legyünk. Mert figyelni, jelen lenni, érteni, nagyon nagy dolgok titkában csak együtt lehet. És ez az életnek egy nagyon fontos része. Kisgyermekek vannak itt, gyönyörű gyerekek, ez a vágyunk. Ők még ezt akarják. Menj, rám figyeljél. Csak rám. Nézz rám, törődj vele, mert ha azt akarod, hogy a szívem valahogy változzon, formálódjon, akkor szükségünk van, hogy együtt legyünk. Szeretett kapcsolat, barátság, hitvesi kapcsolat, hogy csak ketten legyünk. Ma egyre nehezebb. Ma nagyon-nagyon tudatosan kell ezt előkészíteni, hogy ne legyen telefon senkinek, hogy ne szóljon a tévé. Menjünk el sétálni, de véletlen se szóljon bele senki és semmi. Mert a szívemet másképp nem tudom kinyitni, a szívedet másképp nem tudom megérteni. Menjünk el félre, mondja Jézus. Hallani akarom, érteni akarom, érezni akarom a szíved vágyát. És mi ez? Egy óriási vágy, hogy nem hallok és nem tudom elmondani. Ki nem érezte ezt, hogy nem tudta elmondani, hogy nem sikerült, hogy nem hallotta meg a másik, nem értette meg.
Hány zátonyra futott házasság, amikor leültem, hogy de hogy jutottak ide? Nem beszéltek? És egyik mondja a másiknak, nem akarom se a fiúkat, sem a lányokat versenyeztetni meg. Én mondtam, 10 éven keresztül, de nem hallottad meg. A siket néma élet, amely megöl bennünket, amely tönkretesz bennünket, mert így látunk, hallunk, beszélünk, de a szívünket nem tudjuk elmondani. A másik szívét nem tudjuk megérteni. Ezért nagyon fontos, hogy nézzük meg, hogy én hallok, én tudok beszélni. Van erőm meghallgatni, van bátorságom meghallgatni a másikat. És el tudom mondani, meghallja. Főleg férfiak képesek elmenni. Nem akarok róla beszélni. Miről? Az életről? A sorsomról? Nem akarok beszélni, nem akarom hallgatni. Bátorság kell hozzá. Fél elvonulni, időt adni, és meghallgatni, és elmondani. És érthetően beszél. Effata! Nyíli meg, mondja Jézus, nyíli meg. Érthetően beszél. És ez most már a másik nagy felületünk, a hit. Gondoljunk csak, hogy én. Ki beszélt önöknek? A hitéről, a saját hitéről, a saját Isten kapcsolatáról. Érthetően, értetően, szívbe. Kitől tanultam a hitet? És én kinek beszéltem? Kinek mondtam? Idősek olyan szépen tudják mondani, hogy hát ezek a fiatalok nem járnak templomba, nem imádkoznak. Tessék szíves lenni megkérdezni, hogy lányom, fiam, beszélt neked valaki a hitről? Érthetően? Istenről? Láttál te valakit őszintén mélyen imádkozni? Mert ha nem, akkor ne haragudj meg. Akkor veled minden rendben van. Honnan tudnád az Istent? Honnan éreznéd, ha nem volt, aki beszélje? Beszélünk most egy pogány világról. De ezt a hitet, ezt az értető isteni szeretetet mi nem adtuk el. Mi nem adtuk át. Csak várjuk, hogy valakiben legyen. De ha nem mondom, ha nem beszélek róla, családi asztalnál, szeretett közösség, akkor honnan ébredjen fel? Honnan legyen? Ha nem biztosítom a gyermeket, hogy jöjjön el, és lássa, érezze, tapasztalja meg ennek az életnek a biztonságát. Jézus a teljes emberhez szól. Nyíld meg az életet. A sorsod nem egy szerv, nem a szánk, nem a nyelvünk, nem a fülünk. Az embernek kell megnyílni az életre, a szeretetre, hogy befogadjon és elmondja, átadja. A keresztény hitnek a titka ez. Milyen a hitem? Milyen a hitvallása? Nem a hiszek egyen perceken belül elmondom. A hétköznapi életem hitvallása. Azt hogy mondom el?
hogy élem meg? Kérjük az Urat. Perc csönd nyugalom után, te ránéz a szívünkre. Lehet, hogy oda kell mennem, ma Jézushoz. És azt mondjuk, Uram, én is oly sokszor csüket és néma vagyok. De Jézusnak az a vágya, hogy halljuk őt, hogy tudjunk beszélni róla. És elég néha egy szó, egy gondolat a Bibliából, Isten szavából, és megmozdít, valamit elindít. Mindnyájunk életében voltak már ilyen szavak, mire visszaemlékszünk. Egy nagyon rövid gondolat, egy üzenet, és megváltoztatta az életemet, a látásomat. Ma is Jézus akarja ezeket a szavakat elmondani. Akarja azt mondani nekem és mindnyájunknak, hogy nyíli meg, hogy ez a világ szeret, az ember jó, te sokkal szebbre és többre születtél, mint amit esetleg kihozol belőle. De ezért tenni kell. Ezért el kell indulni. Elviszi a tömegből, hogy ketten legyenek, hogy értsék, megérinti, hogy megnyíljon, és érthetően beszél. Honnan vannak a konfliktusok? Hogy mi egy veszekedés, hogy egy egyszerű hétköznapit mondjak? Nem értjük, és nem tudjuk elmondani. Ezből van az a baj. Mert nem ugyanazt halljuk, amit mond a másik. Vagy nem ugyanazt mondjuk, ami a szívünkben van. Szükségünk van ember és ember, szülő és gyermek, hitves és hitves között, hogy elvonuljunk, mint Jézus oly sokszor, hogy csak magunkba legyünk. És szükségünk van arra, hogy Istennel vonuljunk el. Akár otthon a szobánkban, akár a természetben, akár egy csöndes templomban, hogy Uram, most csak hallani akarok téged. Már nem fontos, amit én akarok mondani. Sokkal fontosabb, amit te. Látod a szívemet, az életemet. És ha nehezen megy, akkor kérd, mint ez a mai evangéliumi ember. Gyógyíts meg! Annyira szeretném elmondani. Annyira szeretném hallani. Igédet hallani, és a hitemet utána elmondani. Erre vágyik a mi szívünk. Ez a világ is erre vágyik. Nem rossz, nem gonosz. Csak nem kapott hitet, és nem tudja elmondani szíve legmélyebb vágyát. Rajtunk a sor, hogy ebben odalépjünk az Úr mellé, és elmondjuk az életnek, a szeretetnek az üzenetét. Ez egy-egy szó, egy-egy gondolat, és utána megszületik a csoda, hogy érthetően beszélt. Jézus különleges titka, nem nagy dolgokat mondott, ha olvassuk az evangéliumot, hanem amit mondott, azt érthetően mondta. A társunk, a barátunk, a munkatársunk, a családtagunk is. Csak ennyit vár. Tőlem is, önök. Évek,
nem nagy gondolatokat, nem nagy üzeneteket, nincs olyan. Annyit várunk egymástól, hogy amit mond, azt érthetően mondja. Szívén, a lelkén átszűrve, de aztán, hogy én is érthetően meghallva tudjam elmondani Isten üzenetét, Isten örömét, Isten szeretetét. Itt van a sofort. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogadott egy szent életben, született Szűz Máriában, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszen a katolikus keresztény egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatát, a test fölállását és a földi életet. Forduljunk testvéreim jóságos Istenünkhöz, hogy kéréseink mindig megfeleljenek az ő akaratának. Aggódunk, hogy Szent Atyám, Ferenc pápa és az egyház pásztorai korszerű és meggyőző szóval hirdessék szent igédet. Ad, hogy minden ember füle megnyíljék az evangélium készséges hallgatására. Ad, hogy híveit szívünkbe fogadják, és életükkel meg is valósítsák tanításodat. Ad, hogy betegeink és magukra maradt embertársaink soha ne nélkülözzék az irgalmas testvéri segítséget. Ad, hogy elmúlt testvéreink boldog feltámadásra ébredjenek. Engedd, Urunk Istenünk, hogy mindig hittel hallgassuk tanításodat, és hangos szóval hirdessük szüntelen jó tétényeidet, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten elé. Istenünk igaz jámbóság és békesség szerzője, hát hogy ezzel az áldozati adományjal méltóképpen tiszteljük fölségedet, és a szent áldozatban való részesedés forrassza egész szívünket Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a fejlődött. Emeljük föl a szívünket. Fölemeljük az Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, ülő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, ki megszánva a tévejgő embert, világba született a Szent Szűztől, majd kereszt halála által, az örök haláltól megmentek minket. S feltámadva a sírból, örök életet ajándékozott nekünk. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, trónod körülálló hatalmas égi szellemek, és minden sereget a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, s velük együtt, víg nélkül énekeljük. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szól. Vegyétek, és igyatok ebből mindjárt, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ez cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve
felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsenek be a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel, az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatlan bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélek egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára, és Isteni tanításra szerint, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk minden gonosztól. Adj egyesen békét napjainkban, hogy érgalmából mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljötték. Mert él az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaimnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, a kérsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek is szívből egymással. Legyen békesség köztünk.
Istenünk, te ígéddel érteted, és szentségednek mennyei kenyerével táplálnak hívédet, azért szeretett fiadnak ezek az ajándékai, erősítsenek minket, és így életének mindig részeseivé legyünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Mielőtt megkapjuk a záró áldást, szeretném megköszönni Püspök atyának, hogy eljött hozzánk, és ahogyan itt a bazilikában szokás, aki itt először misézik, először szentmisét mutat be, annak egy díszes okmányt adunk annak emlékére, hogy a Máté Szentvér bazilikában szentmisét mutatod, hogy Püspök atya fogad szeretettel. Ez a Szentvér. Nagyon-nagyon köszönöm. Folytatjuk, aki tud maradni a hangversenyen. Kiváló alkalom, hogy csöndben itt ülök, hallgatom gyönyörű odona muzsikát, az énekeket, és azt mondom, hogy mit kell meghallanom, és mit kell elmondanom. És az Úr meg fogja erősíteni a szívünket. Nagyon köszönöm, hogy itt voltak. Szép estét tovább, és holnapra szép vasárnapot mindenkinek. Az Úr legyen veletek! Adja meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Szent Mise lélekért maradjunk.